Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Détokernőt hallják a Felvidéki Magyar Sportcsatorna Dunaszerdei stúdiójából. Kapcsoljuk a lengyel-cseh határ vidékét, a hegyvidéket, egy edzőközpontot, ahol többek között a németországi Európa-bajnokságra Cristiano Ronaldo is készült a portugál válogatottal. Nos, hát ugye a portugálok már búcsúztak, ma lesz ugye bár a spanyol-angol EB döntő. Hát a portugálokat nem akárkik váltották ott. Az edzőközpontban a Teplice, a cseh élvonalban, a tavalyi bajnokságban a 9. helyen végzett Teplice, és a Lech Poznan, a lengyel sztárcsapat, a többszörös bajnok nemzetközi szintéren is edzett sztárcsapat, és hát itt látható kimerevített kép. A 70. percben járunk, egyelőre 0-0 a Poznan és a Teplice közötti edzőmérkőzés, és itt 32-es mezben pályára lép a mi Zsigmond Kevinünk, a Dunaszerdei 26 éves támadója, aki eddig mind a 6 edzőmeccsen szerepet kapott, 3-szor kezdőként, és 3-szor pedig csereként. 20 perc bizonyítást kap az edzőtől, Zdenko Frcsalától, és egyelőre mondom, nem tudott gólt lőni egyik csapat sem. Nézzük, sikerül-e ez a Teplicének Zsigmond Kevin segítségével. Egyébként a Fratyal edző csak 3 játékost hagyott az utolsó 20 percre, a kapus Ludhát, Jukot és Havelkát, egyébként mindenkit lecserélt. Zsigmond Kevin 32-esen lép pályára, hivatalosi edzőkönyv szerint a jobb hátvéd Micevic helyett, de hát biztos, hogy nem jobb hátvéd lesz Kevin, hanem támadó. Nézzük az utolsó 20 percet. Mondom, pályára lépett Bílek, Radosta, Beránek, Horszki és Zsigmond Kevin is. Itt van Kevin 32-essel, hát majd megkérdezem az interjúban, mert na, direkt meghagytam az eredeti a lengyel kommentár hangját, egyébként a Lech Poznan TV közvetítését úgymond csortuk el, remélhetőleg megengedi a YouTube, hogy közvetítsük. Zsigmond Kevin egyébként már is a kapu közelében, Harustyák helyett Radosta, ez a lengyel támadás már itt a felezővonal tájékán megállt, aztán építkeznek a lengyelek. Egy remek indítás, azonban lesz. Itt az előre tolt ék, de Ludhának nem kellett közbeavatkoznia. 72. perc. És Zsigmond Kevin itt a bal oldalon játszik, de már most a 16-os felé közelít. Lyuk dobhat. Egyébként Miso Bílek fia is játszik. És Zsigmond Kevinen kívül még van 2 szlovákiai játékos is a csapatban, a Roman Cserepkai és a kapus Ludha, akit Podbrezováról még ismerhetünk. Beránek, Zsigmond,
Remek beadás, Zsigmond, és a kapusnak bizony nyújtózkodnia kellett, Cserepkait kereste volna, és már is bemutatkozott Kevin egy nagyszerű beadással. Egyelőre ott kevergetnek, és ez nagyon jó, Cserepkai törje a labdát, Horsky még ott van, és micsoda gól, Horsky! Egy akrobatikus mozdulat, fölpörgeti magának, Kevin gratulál a góllövőnek. Hát ez bizony fantasztikus találat volt. Már-már úgy tűnt, hogy veszve az akció, és akkor Horsky a kapunak háttal fölpörgeti, és egy fél ollózás, egy akrobatikus mozdulat vezet a Teplice. Alig 2 perccel azután, hogy Zsigmond Kevinék pályára lépnek, itt lehet látni, eltöri a labdát, és aztán egy esernyő, és fél fordulatból bezúdítja a Winkliben, nagyszerű egyéni teljesítmény, valójában először luftot lőtt, tehát majdnem eltörte a lábát, persze, ez túlzás, de tény az, hogy így lett jó, hogy először nem találta el Horsky, utána viszont nagyszerűen felismerte a lehetőséget. Vezet tehát a Teplice, Zsigmond Kevin egyelőre, úgy látom, hogy szokatlan szerepkörben, inkább baloldali középpályást játszik. Azt hiszem neki mindegy, csak játszon. Nagyszerű cselek, és ez az indítás nem találja meg Horskyt. Angyal söprögető vascsik állította meg, és most a jobb oldali védő van gondban Teplicén. Radoszta. Egyébként a legveszélyesebb egy közép-amerikai légió, Souza. Ez bizony nagyszerű támadás, és Luthának kellett védeni a kapás lövést. Már-már azt hittem, hogy olyan jamalos módon kapura lövi Kristoff, de inkább ki oldalra, és ott itt tessék nézni, ilyen nagyszerű pörgetés, és itt van Zsigmond Kevin, mondom, mintha bal hátvédet játszana, baloldali középpályást. Minden esetre les volt, hiába a felhördülés, maga az akció szép, és a befejezés is, de az asszisztens lest jelzett. Radoszta, Bílek nem tudja begyűjteni. Ez a keresztlabda csak a jobb hátvédnek jó. Kristoff. És Horsky jön vissza, nagyszerűen szerel. Egy lengyellen maradt, ezért szakította meg a Teplice ígéretes akcióját a bíró sípszava. 80. perc. Egyelőre Horsky találatával vezet a Teplice a Poznan ellen, hát azt is mondhatnánk, hogy idegenben. A Poznan otthonában, hiszen valójában a lengyel sztárcsapat már évek óta itt edzőtáborozik. Simoncsik, de hát nem bántották különösebben, szerintem rosszul lépett. Aztán játékvezetői labda kellene, hogy következzen, és hogyha sportszerűek a lengyelek, akkor ezt átengedik a Teplicének. Itt van Joel,
aki szintén légiós. Sportszerűen visszakapják a labdát a tepliceiek. Jukl az egyetlen, aki benn maradt a kezdőben. Ez most nem jó Beráneknek. Már Radoszta gondban. Souza, Joel már meggyógyult. Egyelőre nincsenek nagy lengyel rohamok, annak ellenére, hogy vezet a Teplice, és labdát szerez a Teplice. Jukl. Na, Radoszta. Beránek. Ketten rontanak ki rá, ráadásul úgy szerelik, hogy a róla megy ki végül is. Hosszú keresztlabda. Kevin nem tudott most labdát szerezni, és már nyargalászik vissza. Tolt az egyenlítési lehetőség bizony. Ezt most elnézte a Teplicei jobb hátvéd, és Kevin is belépett a védekezésbe. Bizony Kramarčík. Itt lehetett látni, hogy Kevin háta mögött passzolták vissza a második hullámba. Ez bizony Kramarčíknak illet volna belőni ezen a szinten. Marad az 1-0-ás teplicei vezetés. Ludha, aki már a harmadik szezonját kezdi a cseh élvonalban. Nagyszerű kapus. Beránek. Na most ki volt a szabálytalanabb, mindketten fogják, egyik a fejét, másik a lábát. A játékvezető nem dönt senkire se javára. Horský gólszerző itt felemeli. És ott egy könyökös volt ám bizony. És aztán még ő játssza el, hogy őt bántották. Hát bizony könyökkel oda csapott alaposan a Teplice csatárának, az egyedüli gólszerzőnek. Hát egyelőre egyetlen egy zicsert láthattunk a Poznan részéről a gólt követően, de egy látványos, akrobatikus góllal, Horský találatával még mindig vezet a Teplice, és ez már a 82. perc lassan, elérhetetlen. Dühöng is egy sort, Souza nem ezt várta a kapitánytól, mármint az ilyen botrányosan rossz előreadást. Jukl. Jól tartja meg. Beránek. Bílek. Öten jönnek. Cserepkai középen. Horský kapja. Még ez is jó. És aztán szöglet. Ha jól láttam, Zsigmond Kevin is kérte volna a bal oldalon. Érdekes. Igen, bal oldali középpályást játszik Zsigmond Kevin. Valójában 9 embert kicserélt a hajrában. Ludha komolyabbnak nézett ki. Isak került megint helyzetbe, aki az előbb a kapáslövést mutatta be, és Ludhának kellett védenie. Persze később aztán lesti jeleztek, de minden esetre szép támadás volt. Galabdaszerzés! Cserepkai! Cserepkai még mindig ő! Visszakapja! És ezt már nem lehet kihagyni! Roman Cserepkai! 2-0 a Teplicének! Egy nagyszerű labdaszerzés! Horský most gólpaszt ad! És Kevin mosolyogva
Gratulál. Cserepkainak, igen, ott van, hogy betliznek azért a lengyel védők, minden esetre itt lehet látni, ez jó csel, ez bizony fölbarja a léc alá. Hidegvérű volt Cserepkai, aki már szintén 3 éve szerepel Teplicén, az élvonalban már van gólja is. Minden esetre 2-0. Ez meglepetés. Nyolc perce maradt a Poznannak, hogy ne maradjon szégyenben. Persze, azért a Teplice is erős csapat. Minden esetre azért a Lech Poznan neve jobban cseng. A nemzetközi porondon most szögletből szépíthet a Teplice ellen a Poznan. Horski védekezik is, természetesen. Szóza már ott van. Benne bíznak, és Isakban. Isak felé az emelés, ez könnyű zsákmány Ludhának. Megy előre. Abszolút uralja a meccset a Teplice, ezek nem igazán veszélyes akciók a Poznan részéről, Zsigmond. Nem találta meg ezúttal Horskit. Kristoff. És most Isak várnál középpen, a bal hátvéd föltűnik, nagyszerű szerelés azonban Radosztától. Horski lefejeli, Cserepkai elől azonban visszabólintják. Minden esetre lehet látni a szándékot, most tudatosan átengedi, 2 gólos előnye birtokában a Teplice a területet, és hát arra várnak, hogy adódjon egy kis folyosó a kontrákra. Valószínűleg a Fratyala próbálja kipróbálni Kevint, hogy az ilyen szituációkban az ő ballábas indításaival lehet-e gólveszélyt teremteni, hiszen ott van Horski és Cserepkai. A két megtermett támadó ék. A Radosztának a könyöke fájt, de nincs komolyabb baj. Zsigmond tűnik fel a képen, a másik oldalra is átmegy, aztán ő dobhat. Horski csúsztatná meg, Isak jött vissza. Horski újfent, megint csak Isak. Egyelőre pingpong jellegű a meccs, aztán Radoszta dönti fel Szózát, aki becsülettel visszajött, és már nyargal előre, ott megy középen a legveszélyesebb lengyel, aki portugál. Isak kénytelen visszajátszani a bal hátvédnek. Megint Isak, de hát ez Ludha könnyűszerrel hárítja ezeket a beadásokat. 4 perc van hátra, és a Poznan nem bír a Teplicével. A Zsigmond Kevin pályára lépését követően 2 gólt lőtt a Teplice. Ez még akkor is igaz, hogyha Kevin nagyon tevőlegesen, ugye nem járult hozzá ezúttal a gólokhoz. Hát inkább védekezik, mondom, olyan bal hátvéd, baloldali középpályás között játszik valahol itt a bal oldalon szabadon. Hát nem igazán az ő szerepköre, de hát itt nincs válogatás. Ott kell játszani, ahova az edző beszervezi a játékost a csapat szerkezetbe. Beránek, Bílek, Jukl,
És ezt most Kevin mehet egyedül. Horsz ki. Kevin már visszazárt. Most kapja Zsigmond. Megbecsülik a labdát. Megint Kevin. Nagyszerű labda Horskinak! Ezek azok a finom passzok, amit Kevin nagyon tud. Megint Horsky, Cserepkai. Ez bizony, ezt védenie kellett. Cserepkai. Megjött a kedve. Az előbb egy finom megoldást követően növelte a Teplice előnyét. Minden esetre ebben az akcióban legalább már nem volt Kevin. Aztán ott visszakérte volna egyébként a 16-os közepén Kevin, már góra éhesen, hát persze a csatár ösztön. Megint egy lengyel a földön a középkörben. Zsak. Joel, ez bizony jó mélységi passz. És Beránéknek kellett tisztázni. Jukl nem fér a labdához. Horsky sem. Les. És aki nem érti, hogy jöhet a Teplice. Az utolsó perc kezdődik a rendes játékidőben. Horsky és Cserepkai találatával Lech Poznan. Teplice 0-2. Horsky ügyesen ki oldalra. Beránek, Radosta, Jukl, és megint Horsky volt a végállomás. Kevin már ott volt természetesen a 16-os csücskénél, azonnal vissza kell zárnia. Most belestukkolt egyet a labdába. Hát nem igazán tűnik elkeseredett, rohamozó szerepében a Teplice. Itt volt a buktatás. Igen, Joel kapta a bokakocogtatást, már Ludha Radosta. Zsigmond most a pálya közepén várja, hogy labdához jusson, akcióba avatkozzon. Nagyszerű keresztlabda Zsigmondtól, bizony ez nagyszerű labda volt, ahogy azt ő tudja. Cserepkai, nem kell sietni, kettő gól az elő. Zsigmond, Zsigmond, jó a csel! Hol tűnt föl, és aztán nem kapja vissza, kezezést reklamálnak. Zsigmond a pálya minden szegletében föltűnik. Nagy kedve játszik. Egyelőre nem tudott olyan pozícióba kerülni, hogy veszélyeztessen. Most próbált volna labdát szerezni. Aztán dühében elrúgja a lasztit, de elnézést kért azonnal, úgyhogy egy edzőmeccsen. Ilyenért nem illi sárgát adni. Már a hosszabbításban járunk. 92. perc, Souza. Kitűnően zárta ki. Ott Radosta. Hát, a lengyel arcára rá volt írva az eredmény. Eléggé meglepetnek tűnt. A Pizi Miskája, ott a bal hátvédnek. Horsky és Cserepkai, nagyszerű két csatár.
Egyelőre nem tudjuk, hány percet hosszabbít a játékvezető, de ez már a harmadik perc a hosszabbításban. Szóza először leütötte Radosztát. Ezzel azt hiszem most már el is megy az idő. Itt van az apró termetű portugál, aki ballábos és gyors, nagyszerűen cselez. Hát a Teplice védői semlegesítik ezen a találkozón. Nem igazán volt kapura veszélyes. Ludha azonnal Cserepkai felé. Horszki és Cserepkai a két előre tölték. Na talán most lehet egy újabb támadás. Horszki kap egyet a bokájára. Előny szabály, aztán egy még keményebb belépő. Ezt már muszáj megtorolni a bírónak is. És nincs tovább, kérem! 2-0-ra gyere, a Teplice most fújta le a játékvezető, ott föltűnt Zsigmond Kevin is egy pillanatra a képen. Hát gratulálunk, Kevin, még akkor is, hogyha egyelőre azt kell konstatálnunk, hogy tevőlegesen a gólokban nem volt benne, de minden esetre volt egy 2-3 olyan megmozdulás, amivel igazolta Kevin, hogy igenis, van helye a Teplice csapatában, akár a kezdőben is, bár mondom, a Horszki-Cserepkai támadó duó egyelőre szerintem megkérdőjelezhetetlen. Tehát Zsigmond Kevin megint játszott a Teplicében, és megint nyert a Teplice. A 70. percben lépett pályára Kevin, és baloldali középpályást játszott. Itt még egyszer a gólok, Horszki itt eltöri a labdát, aztán felemeli magának, a védő csak nézik, és bezúdítja a Winklibe. Ez volt az első teplicei gól, itt pedig, itt van hátulról is, kapu mögül. Igen, ez bomba gól. Persze három lengyel védő, hogy csak asszisztált, itt pedig Cserepkai finom csele, lefekteti a védőt. Itt. Bizony, amolyan grundos foci. 2-0 tehát, Horszki és Cserepkai találatával a Teplice nagy meglepetésre megverte a lengyel sztárcsapatot, a Lech Poznant.